1486 települési önkormányzat kap abból a 3 milliárd forintos költségvetési keretösszegből, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, az ingyenes nyári gyermekétkeztetés segítő pályázatra különítettek el. Az ország leghátrányosabb helyzetű településeinek több mint 80%-a élt az ingyenes étkeztetés lehetőségével, hangzott el a Galgamácsai Fekete István általános iskolában tartott sajtótájékoztatón. Szeptembertől az óvodában és a bölcsődében biztosított gyermekétkeztetésnek a programját jelentősen kiszélesítjük. Az elmúlt 4 évben 29 milliárdról 58 milliárd forintra nőtt a gyermekétkeztetésre fordított összeg, tehát megdupláztuk az erre fordított kormányzati kiadást, és szeptembertől jelentősen tovább bővítjük, hiszen eddig az óvodában és a bölcsődében összesen 92 ezer gyermek étkezett ingyenesen, szeptembertől pedig 320 ezer gyermek fog ingyenesen étkezni, tehát 3,5-szeresére bővítjük szeptembertől az ezekben az intézményekben étkező, ingyenesen étkező gyermekek számát. Azt gondoljuk, megint csak egy fontos hozzájárulás ez társadalompolitikai szempontból ahhoz, hogy egyetlen gyermeket se hagyjuk az út szélén, egyetlen gyermek se kalódjon el. Ugyanakkor a kormánynak feltett szándéka az is, hogy az év minden napjára kiterjessze ezt a lehetőséget, és a meleg élelemhez jutás lehetőségét, és ezt az esélyt minden napján az évnek biztosítsa. Ezért ebben az évben is a kormány meghirdette a nyári gyermekétkeztetés pályázati formában, májusban, és fölhívta az önkormányzatok figyelmét, hogy több olyan ponton könnyített és enyhített a pályázati feltételrendszerben, amely azzal a szándékkal történt, hogy a korábbinál is több önkormányzat fog kedvet kapni ehhez. A szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár hangsúlyozta, az idei pályázaton résztvevő önkormányzatok száma mintegy 17%-kal volt magasabb a tavainál, és 27%-kal a 2013 évinél. Az, hogy sikerült átgondolni és átdolgozni a pályázati feltételeket, abban is megnyilvánul, hogy még a korábbi években minden évben 100%-al nőtt az újonnan bekapcsolódó önkormányzatok száma, addig idén több mint 200-al növekedett. Az utólagos visszaellenőrzések alapján 1486 önkormányzat fog részt venni a nyári gyermekétkeztetésben, tehát azt lehet mondani, Magyarországon minden második önkormányzat, majdnem másfél ezer önkormányzat fog részt venni. Ennél is örvendetesebb, hogy úgy sikerült átalakítani a pályázati feltételrendszert, hogy a résztvevő gyermekek, tehát ebben a segítségben és ebben a támogatásban biztosított, vagy ellátott, vagy segített gyermekek köre is jelentősen bővülni tud. Sőt, a program 2002-es indítása óta eltelt időszakban a valaha volt legmagasabb gyermekszámot tudjuk idén elérni, hiszen a legmagasabb eddig a 136 ezer gyermek volt 2011-ben, és ebben az évben el fogjuk érni a 141-142 ezer gyermeket. Tehát én mindenkinek köszönetet mondok, akik a program kialakítása során javaslataikkal, észrevételeikkel segítettek, hogy még jobb kiírást tudjunk az önkormányzatok számára elkészíteni. A térség országgyűlési képviselője közölte, a kormány gyermekétkeztetési programjában a választókerület 17 települése közül 8 pályázott, és mind a 8 nyert. A településeket hadd soroljam föl nagyon gyorsan: Aszód 756 ezer, Gödöllő 2.355 ezer forintot, Galgamácsa, aki először pályázott ennek a programnak a keretében, 210 ezer forintot, Isaszeg 2.421 ezer forintot, Kartal 1.173 ezer forintot, Kistarcsa 1.116 ezer forintot, Vácegres 513 ezer forintot, és végül Váckisújfalu 46.640 forintot. Ezek a települések erre a célra fogják természetesen fordítani ezeket az összegeket. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ez nem jelenti azt, hogy azok a települések, amelyek nem pályáztak, azok nem látják el a gyermekeket. Ismerem a településeknek a
önkormányzatoknak a működését. Tudom, hogy ezek a települések is szerveznek nyári foglalkoztatókat, nyári táborokat a gyermekek számára. Ezeknél a településeknél általában az a helyzet, hogy viszonylag kicsi az érdeklődőknek, az igénylőknek a száma, és a kis létszám miatt többnyire úgy döntenek ezek a települések, hogy inkább saját keretből megoldják. Tehát azt gondolom, hogy amit államtitkár úr említett, hogy esetleg a jövőben kötelező feladattá tennék ezt a szolgáltatást a településeken, ez semmiféle gondot nem fog okozni, ezt a települések örömmel fogják vállalni és ellátják. Galgomácsa önkormányzata első alkalommal pályázott nyári gyermekétkeztetésre. Sajnálatos módon Galgomácsán rengeteg rászoruló gyermek él, és gyermek van, aki szegény körülmények között él, és nem biztosítható számára a napi egyszeri melegétkezés biztosítása. Az önkormányzat mindent megtesz, és meg fog tenni azért, hogy ez a lehető legkisebb szintre szorítsa és támogassa őket. A nyertes települési önkormányzatoknak a nyári szünidő alatt legalább 43, legfeljebb 53 napon keresztül kell biztosítaniuk a rászoruló gyermekeknek a napi egyszeri egészséges, friss alapanyagokból készített melegebédet.